Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Könyvről, könyvekről fogunk beszélgetni, méghozzá nagyon-nagyon fontos kötetről. Most jelent meg a Derékváros, a Székesfehérvár anno harmadik kötete. Demeter Zsófia a szerző, a vendégem, kezét csókolom. Jó estét kívánok! Gyorsan elmondom a nézőknek, a nézők kedvéért is, hogy holnap 17 óra 30 perckor az Országzászló téri épületben, a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében lesz a bemutató, várjuk Önöket szeretettel. Szóval Székesfehérvár anno. Azt hiszem, hogy ez a három kötet, mert három kötetről kell, hogy beszéljünk. Az ugye az első 1990-t írtunk, amikor megjelent pillanatképek egy város életéből. Hadd idézem én is Szabó Dezsőt, hiszen a kötet is ezzel az idézettel kezdődik. Gyűlöltem ak álszent orcádat, évezred kripta illatát, mire roncsod, új fényre támad, ismere még valaki rád. Azt hiszem, hogy a rendszerváltás utáni első esztendőben kivételes pillanat volt a kötet megjelenése, amely Gelencsér Józseffel készült, ugye az Örvendez királyi város, arról majd később. Én azt gondolom, hogy ön idézve, a fénylő történelmi múlt idézgetése a szólamokban, ünnepi beszédekben, még a kortes hadjáratok alkalmával is bevált fogás volt, de hogy Szabó Dezső is írt, a fénye nem sugárzott ki a városra, nem látszott rajta az egykori gondosság és gazdagság. Nos, önök tettek erről. Honnét jött a gondolat, hogy a pillanatképekkel elkezdje ezt a sorozatot? Köszöntöm a kedves nézőket, és egyetlen egy kiegészítést tennék, illetve javítást. Gelencsér Ferenc volt az első és a második kötetnek, ebben is a munkatársam. Ugye ő a fotóművész szemével, hát először is fényképezte, akkor még az első kötet esetében ugye újra kellett a régi képeket fényképezni, reprózni. A második kötet esetében is még ez volt a helyzet. A harmadik kötetnél pedig ma már a szkennelés révén ugye egy mai kéznek nem kell feltétlenül hozzányúlni a régi képekhez. Az első kötetnél az volt az elgondolásunk, hogy valahogyan újrahasznosításra, újranézésre alkalmassá tesszük a múzeumban található régi képeket. Azokat úgy válogatva ezekből, amelyek a város történetére vonatkozóan a legtöbbet mondják, mondhatják. Tehát ott a képekből indultunk ki, és azokhoz, azoknak a magyarázatához, elhelyezéséhez írtam akkor a szöveget, és hát fülénél fogva húztam elő Szabó Dezsőt, és talán még Dérinét is, akik rosszakat mondanak Fehérvárról, és azt gondoltam, és erre törekedtem is a szöveg megszerkesztésénél és megírásánál, hogy természetesen azok javára fordítsam a nézőpontot, akik jókat mondtak Fehérvárról, mert azért mondjuk meg, hogy ők voltak többen. Viszont a közkincsétételre valóban szükség volt. Akkor, amikor ez a könyv készült, ez mondhatjuk nyugodtan, hogy ez a múlt köde, akkor 10 év kellett egy kötet megjelenéséhez. Érdekes módon, mire megjelent, addigra az utcanevek megváltoztak, külön sillabuszt kellett hozzátenni az utcanév egyezésekhez. Tehát mondhatjuk nyugodtan, összefoglalón, hogy megvan a könyveknek a sorsuk. A második kötet a pillanatképek után, amelyek valóban pillanatképeket villantottak föl képekben és szövegben is. A 19. század második felében, esetleg a századfordulón látható városból. Igen, ahogy ön fogalmaz, Anzix az antivilágból. Antivilágból, igen. Akkor ezek az akkori technikával valóban szinte láthatatlan képek voltak. A múzeumban őrizgettük, rakosgattuk egyik borítékból a másikba, és igyekeztünk őket meghatározni. Azonban sokkal több kép
áll rendelkezésünkre, még az antivilágból is, még ebből a korból is, amit az első kötet felölelt. Ezért merült föl aztán, hogy folytatása következhet. Egy kis kitérő látszólag a mondani valóból az, hogy ebben a korban, amikor az első, az Anzix megjelent, az első kötet megjelent, akkor több kísérlet is volt erre. A Budapest annó, a Kalocsa annó, a Hévíz annó, ezek olyan 5-10 évenként, éven belül megjelentek, és egyiknek se lett folytatása. Azt gondolom, hogy ezt azért fontos megjegyezni, mert íme a miénknek van folytatása. Mi továbbra is foglalkozunk azzal, hogy ezt a várost különböző korszakokban, különböző módokon lehet és kell bemutatni. És ott volt a nagyívű 30-as évek csúcspontjaként, pedig augusztus 18-a 1938-ban, ugyebár. Azt hiszem, az Örvendez királyi városnak nagyon-nagyon sokat köszönhető. Én szívem szerint ezt már elmondtam számtalanszor, én kötelező olvasmánnyá tenném, többek között azért, hiszen nagyon-nagyon sok minden történt. Csitári G. Emil polgármestersége és Hóman Bálint országgyűlési képviselősége alatt. Valóban én is nagy kedvel kezdtem ahhoz a kötethez. Meg kell mondani, hogy nem csak, hogy akkor lett ennek fontossága, ekkor helyeződött, ugye a rendszerváltozás után helyeződött erre a korszakra nagyobb figyelem. Ekkor kezdtek megjelenni először csak a Fejér megyei hírlap hasábjain, aztán az Árkusban Csitári Emil emlékiratának a részletei, majd 2013-ban az egész kötet, tehát úgy lassan bontakozott ki előttünk ez az aranykor, ami valóban szinte a világhír régiójába helyezte Fehérvárt, hiszen tüneményes volt ennek a városnak az átalakulása, majdnem azt mondtam, hogy fejlődése, de ugye a mihez képest és a mi lett vele, ez azért mégiscsak egy másik szót tesz indokoltá. Tehát ebben a városban nagyon érdekesen jó volt élni, és ez nagyon fontos volt az akkori társaság, akivel erről tudtam beszélni, akkori idősek, ma már szinte senki nincsen közöttünk, azok közül, akik nekem ebben segítettek, akik fiatalok voltak abban az időben, és át tudták azt érezni, hogy igen, a Szent Istváni dicső múltra emlékezni, ez úgy összerántotta, úgy egy alkolba terelte az egyébként sok-sok ellentéttel megvert fehérváriakat. Igen, egy kicsit megmutattuk, ha úgy tetszik, az önök segítségével, hogy ez a poros mezőváros, Dunói város, a megyei jogú város, a szocialista nagyváros árnyékában is képes fejlődni, hiszen akkor a 90-es évek elejétől lett újra a régi címerünk, nem sorolom, de nagyon sok minden, és ez rendkívül fontos adalék volt a 30-as esztendők csodatörténete, ugye, és ráadásul az Örvendez királyi város, ez találó cím ebből a 13. századi egyházi énekből is. És akkor most itt van nekünk ez a kötet, a Derékváros, ezt megmutatom. Kedves nézőink, érdemes lesz holnap ellátogatni az Országzászló térre. No, tehát Herman Robert köszönti egyébként, ami külön adalék ehhez a történethez. Nos, hát itt a központi szerepkörökről esik elsősorban szó, tehát ez nagyrészt tematikus történet. Beszéljünk ezekről az időszakokról, hogyan sikerült tematizálni sorba és rangjának megfelelően összeállítani. Mindig is felmerült előttem, mint történész előtt az, hogy mindig központi szerepköröket töltött be városunk. Volt királyi központ, nemzeti történelmi főváros, zarándokhely, ugye Szent Imre és Szent István sírját látogatandó, volt árucsere színhelye, volt nagytáji találkozási központ, nemzetközi utaknak a csomópontja, tehát iskolaváros, nagyon sok ilyen funkciót tudunk mindannyian fehérváriak kapásból szinte. De ez minden korszakban más és más, máshová kerül a hangsúly, és ezeket, ha megpróbáljuk úgy tisztességesen vizsgálni, akkor
Vannak azért tanulságok. Olyan érdekes tanulságok vannak például, hogy amikor a gazdasági szerepkör egy valóban a dicső történelmi múltra figyelő városvezetéssel kapcsolódik össze, akkor látszik legjobban, akkor tudjuk legjobban megmutatni önmagunkat. Példát ugye mondtunk már a 30-as éveket, erre a legjobb példa. De ezelőtti időkben is voltak ilyen példák. És azt látom, hogy amikor pedig ez a dicső történelmi múltra alapozó városfejlesztés egy országos koncepcióval, egy kormányzati támogatással kerül összhangba, hát nyilván akkor a legnagyobb lépcső, akkor lép a legjobbad, legtöbbet Fehérvár. És a másik pedig látszólag ettől egy kicsit más szerep, a garnizonváros, a katonai, a stratégiai szerepkör. Ugye ezt a földrajzi elhelyezkedésünk alapvetően meghatározza, és hát nincs is ezen nagyon nagy ragoznivaló, amikor a történelmi fővárost kell védeni, akkor természetesen ide koncentrálódik ennek a katonai ereje. De sokkal érdekesebb, hogy amikor Budát, Pestet, Nagy Budapestet kell védeni, akkor kiderül, hogy Fehérvár stratégiai szerepe nem hogy csökkenne, hanem inkább növekedik. Hiszen általában azt tapasztaljuk a történelemben, hogy bármelyik korban a nagy támadó, az állam megroppanását célzó támadás az a Dunára épül. Tehát a Duna megszállása, a Duna vidék megszállása, illetve a főváros bekerítése, ez ugyanúgy szempont volt a török számára, amikor 1543-ban vidékünkre érkezett, vagy később a II. Világháború előtt is, és alatt főleg. Tehát azt látjuk, hogy Fehérvár stratégiai szerepe meg is fogalmazódik. Amikor a török alóli felszabaduláskor 1688-ban Fehérvár felszabadításáról adnak hírt a nyugati források, akkor azt írják, hogy felszabadult a főváros jobb karja. Tehát egyszerűen ugye szükség volt a fehérvári vár állásfoglalására, védelmére és megszerzésére ebben a korban is. És természetesen ez ekkor is együtt járt a város nagyon nagy mértékű pusztításával. Mint egy analógiaként ez megismétlődött a második. Minden pusztítást építkezés követ értelemszerűen. Igen. Hogyan lehet tetten érni ezeket a folyamatokat, hiszen ez egy folyamat része volt. Tehát gyakorlatilag a középkortól a török dúlásig, a török utáni időszakig, majd az azt követő folyamatos fellendülésig mindig volt egy-egy talpontja a város fejlődésének. Igen, ennek csak egy nagyon apró részlete tulajdonképpen az, hogy hogyan terjeszkedett a város. Azért mondom, hogy apró részlete, hiszen volt egy olyan szempont Fehérvár esetében, ami egy ideig megakadályozta a terjeszkedést, de védelmet is biztosított, ez a vízviszonyok. Tehát az, hogy vizes környezetben vagyunk, mocsarakból kiemelkedő szárazulatokon, és ugye nagyon érdekes, hogy ezt nehéz ma elképzelni is. Ebben a vízben szegény és zöld területben szegény városban ma igen nehéz elképzelni, hogy nem kell az ősködig visszamenni, de még a 20. század közepén is, és 20. század közepe után is súlyos árvizek érték Székesfehérvárt, például a vasút környékét, és hát a sokat emlegetett tóvárosi lakónegyed pedig, és a palotaváros is vízre épült. Tehát amíg ezzel a vízzel, ezzel a vizes környezettel küzdött a város, addig tulajdonképpen ez nagyjából a tatárjárásig ez a helyzet, ez a vízzel körülvett helyzet ez védte, de utána nagyon nagy erőt kellett kifejteni, nagyon sokba került, hogy a vizeket elvezessék Fehérvártól. Tehát ez egy nagyon nagy jelentőségi munka, és természetes, hogy
szinte az első nagy vízrendezési munka, az Fehérvárból indult ki, hiszen be volt zárva, kettőre volt zárva, nem tudta a területét növelni, nem tudta fejleszteni, nem tudott a lakosságának megfelelő termőföldet biztosítani, ezért a vízelvezetéssel 100-150 évig küzdött a város. Ez természetesen nagyon nagy erőket foglalt le, és nagyon jeles mérnök képviselők játszottak ebben szerepet. Beszédes Józseftől Falvai Miklósig nagyon sokan, nagyon sok mérnöki munka van ebben. Amint ez a folyamat lezárul, tulajdonképpen már a köteteink is az utolsó fázisát mutatják, a köteteinkben lévő fotók is ennek az utolsó fázisát mutatják, hiszen először csak egyre mélyebb csatornákba került a folyóvíz, aztán lassan, már a 20. században lefedődtek ezek a csatornák. Ma is ezek fölött járunk, természetesen a lábunk alatt folyik ma is az egykori várárok víz, amikor a Várkörúton járunk, de nem szembesülünk azzal, hogy ez egy vízzel járt terület. Beszéljünk egy rendkívül fontos időszakról, a kiegyezés utáni időszak. Én pontosan azért kérem, hogy erről is essék szó, mert hogy egy fantasztikus kiállítás december 6-án nyílt ugye a Városképtárlat. Én azt hiszem, hogy a látogatói számból is látszik, hogy egy nagyon-nagyon érdekes volt és tanulságos, és azt gondolom, hogy ennek helye van igenis Székesfehérváron. Ugye a kiegyezéstől egészen, ugye mi 1988-ig tart ez a történet, viszont mi álljunk meg 38-nál, mégpedig azért, mert hogy rendkívüli városvezetői szándék, ami meg is valósult a város építése, fejlődése tekintetében, és azokról az egyházi személyiségekről is külön kellett, hogy szó essék, tehát Prohászka, Ottokár, Svoly Lajos és a többiek, akik nagyon sokat tettek Székesfehérvárért. Mennyit segített Székesfehérvárnak a kiegyezés abban a gazdasági, stratégiai helyzet katonai szempontból volt, de itt aztán kiemelten utána a gazdasági, hogy nőtt a város, és mindenféle értelemben megérdemelte a jelzős szerkezetet, koronázó város, királyi város, most mindegy, hogy mondjuk. Egy kis átfedés van, ahogy szerkesztő úr is mondta, a kiállítás és az éppen tárgyalás alatt lévő kötet között, hiszen én ezt a kötetet, a Derékváros című kötetet most az 1930-as Szent Imre év eseményeivel zárom le. Tehát ez most nem megy el a 30-as évek tárgyalásáig, de pontosan ezt láttam én is, amikor a megírására törekedtem, hogy igenis, soha nincsen semmiből semmi. Tehát nem kerülhet elő még oly fontos és tehetséges városvezető sem a semmiből, Csitári Emil, hogyha nincsenek olyan elődei, akik az ő munkáját megalapozzák. Nagyon érdekes párhuzamokat találtam most ennél a kötetnél, és nagyon, nagyon fontos személyeket természetesen. Tehát Havranek József 30 éves városvezetési korszaka egyszerűen megalapozza a modern nagyvárost úgy is, hogy valóban egy akkori, egy kiegyezés utáni modern városról gondolkozik. Tehát gondolkozik sétaterekben, parkokban, laktanyaépítésekben, olyasmikben, amelyek eddig fájóan hiányoztak ebből a városból. Az ő korszakában megy végbe tulajdonképpen az is, hogy összeépül, egy egységes folt lesz Fehérvár térképe, eddig mindig több foltból állt Fehérvár térképe. Ez a 30 éves városvezetési munka, ez egységesíti ilyen szempontból is Fehérvárt. Na de egy dolog a térkép, és más dolog azoknak a civilizációs minimumoknak a megteremtése, amiket ma adottságoknak veszünk, tehát hogy legyen világítás, legyen víz, ivóvíz, szennyvíz, legyenek a csatornák lefedve,
majd később aztán az energia megoldásában is önálló vállalkozás legyen. Ezt az utódai viszik véghez. Sára Gyuláról el szoktunk feledkezni. Talán azért, mert hiszen nagyon szerencsétlen időszakban töltötte polgármesteri korszakát, hát közben jött az első világháború, nem éppen a városfejlesztés korszaka. De persze fejlődik a város, és átalakul a város ekkor is, csak hát árva intézetet kell létrehozni, fogolytábort kell létrehozni, a menekülteket kell ellátni. Tehát egész más jellegű ellátásokra van szükség, de természetesen ezeknek ma is látjuk a következményeit, hiszen a hadi árva intézet épült meg ezekből a baraktáborokból is, és nagyon sok minden más fejlesztették a kórházat, és katonai beruházások is ugye az első világháborútól indultak, ekkortól indul el Fehérvár a viatikában, repülésben betöltött prominens szerepe. Erről se szoktunk sokat beszélni, pedig ugye több mint 100 évvel ezelőtt Fehérvár a repülésben nagyon jelentős szerepet játszott, ugye mai napig is, és ma hál' Istennek újból használjuk azokat az épületeket, az Ikaruszt például, amely ebből a fejlesztésből keletkezett. Nos, azt mondhatjuk tehát, hogy különösen a 20. század első felében, a 20-as éveiben ismét olyan vezetők támadnak Fehérváron, ezt a támadnak, ez nagyon rossz szó, de mégiscsak azt mondom, hogy szinte itt lesznek nagyok. Az itteni szerepükkel lesznek nagyon jelentősek. Széchenyi Viktorra gondolok, aki kétszer is főispán. Provászka Otokára gondolok, akit ugye 1905-ben neveznek ki fehérvári püspöknek, 906-ban iktatják be fehérvári püspökségébe is, és egy olyan személyiség kerül a fehérvári püspöki székbe, aki azután, 27-es halála után maga is Fehérvárt népszerűsíti, tehát az ő kultusza is hozzájárul Fehérvár népszerűsítéséhez, ugye megépül az emléktemploma, halála után egy évvel már nagyon jelentős zarándok tömeg jelenik meg, még a régi sírjánál. Tehát egyszerűen valóban, szinte még egyszer kimondom ezt a szót, hogy támadnak olyan vezetők, akik annyi mindent tesznek Fehérvár, Fehér megye érdekében és az Egyház megye érdekében, hogy a tevékenységükkel maguk is szinte kivívják Fehérvár népszerűsítését, azt, hogy Fehérvárról egy Prohászka Otokár püspök jusson valakinek eszébe, vagy egy Károlyi József főispán, aki itt 1919. február 3-án megmeri kérdőjelezni a tanácsköztársaságból fakadható rossz következmények. Tehát egy fantasztikus időszak volt, és én pontosan ezért gondoltam rá, hogy arra biztatom, arra sarkallom a fehérváriakat, hogy igenis látogassanak el holnap 17 óra 30 perckor, kedves nézőink, az Országzászló térre, mert az első két kötethez hasonlóan nagyon-nagyon sok mindent tudhatunk meg szeretett városunkról. Demeter Zsófiának köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Mi természetesen ott leszünk, és a könyvemutatóról is beszámolunk. Kedves nézőink, most pedig nézzünk meg egy bejátszást arról, ugye már beszámoltunk szintén, a Csók István képtárban nyílt meg a Boldogasszony kiállítást. Ennek a részleteivel is ismerkedjünk meg. Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy kincségben lévén, így szólít meg hazánk. A kiállítás több oldalról világítja meg a Boldogasszony, azaz Szűz Mária és a magyarság kapcsolatát, de a Mária kultusszal a magyar összetartozást is jelképezi. A művészek szoborral, kerámiával, textilművekkel, festményekkel, grafikákkal és fotókkal fogalmazták meg a Boldogasszony sokrétű összetett képét. Mária tisztelete a magyar lélekkel szinte egyidős.
a boldogságos Szűz Máriát, tisztelve ezt az érzést a magyar népbe Szent István és Szent Gellért ültették be különös erővel, elterülhetetlen módon. Szűz Máriának a tisztelete azóta mindig új meg új formákban jelenik meg. Olvassuk a himnuszokban, versekben, írásokban, látjuk veretekben, pénzeken, látjuk zászlókon, és most látjuk kortárs művészek alkotásában is. Mindez mutatja, hogy Máriának ez a tisztelete ma is ott van a magyar lélekben, ma is üzen, és mi érezhetjük magunkat ma is Mária népének. A kiállítás ötlete 4 esztendeje született meg. 4 esztendővel ezelőtt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke kért fel, hogy 55 kiemelkedő kortárs alkotó fogalmazza meg Boldogasszonynak azt a sokrétegű és összetett képét, amelyet évezetek óta a művészettörténet, a művészet megtesz. A kiválasztási szempontoknál fontos volt, hogy az anyaországi alkotók mellett a külhoni közösségek kiemelkedő alkotói is jelen legyenek, illetve 2 alkotó a Szorványból is érkezett. A másik szempont volt a képzőművészet, iparművészet sokszínűsége megjelenjen a klasszikus festészet, grafika, szobrászat mellett kerámia, goblen és fotografikák, fotó, egyéb technikák is megjelentek, és hát talán a harmadik legizgalmasabb szempont az a korosztályok közötti párbeszéd, amely egy belső dinamikát ad a kiállításnak. Az egészen fiatal pályakezdő művészektől, például székesfehérvári Kocor Attilától, a középgeneráción át, a idős mesterekig mindenki képviseltetve van a kiállításon. A Boldogasszony című kiállítás egy teljes és kerek világban nyújt betekintést, melyben egyszerre van jelen a magyarság ősi istenasszonya, épp úgy, mint a boldogasszony, az istenszülő, ki példát mutat mindannyiunk előtt tisztes készülődésre, ráhagyatkozásra, életvezetésre. Elmúlt években magyarországi és külhoni helyszíneken is láthatták már a tárlatot az érdeklődők, amely a Kárpát-medence és a diaszpóra 55 kiemelkedő magyar művészének alkotásait tartalmazza. Az alkotók kiválasztásánál fontos szempont volt a külhoni magyar közösségek kiemelkedő egyéniségeinek részvétele. A tárlat megnyitóján Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke a történelmi emlékezésre hívta fel az érdeklődők figyelmét. A Székesfehérváron, a királyok városában a Szent István örököseiként 1000 évünk van, 1000 esztendőnk mindabból, ami a Máriához való kötődésünket jelenti. Azt hiszem, hogy a mai össze-vissza világban kell biztos kapaszkodó, és a mi számunkra, a magyarok számára két lábon kell állnunk. Egyik, mindkettőt egyébként az elődeinktől, szüleinktől, nagyszüleinktől örököltük, az egyik a nemzeti értéktárunk, a másik a keresztény hitünk, és hogyha ezen biztos pilléreken állunk, akkor a büszke történelmünk után, azt gondolom, vagy annak birtokában, a biztató jövőben is reménykedhetünk. Mit kell tudnunk erről a kiállításról? Hát, hogy egy csodának vagyunk a tanúi, mert hogy senki másnak nem sikerülhetett volna 55 kortárs művészt megszólítani, csak Máriának. Egyébként ezért fogalmazhatnék úgy is, hogy ez egy egyedülálló kiállítás, mert tényleg ez az 55 alkotó semmi más témában nem állított ki közösen, tehát gyakorlatilag a kortárs művészetnek a legjava itt van, ami a kárpát-medencei magyarságot, azaz a nemzeti kortárs művészeinket illeti, és mint olyan jó, hogyha időről időre újra fogalmazzuk a Máriához való kapcsolatunkat, ezáltal tovább erősítjük, akár kanonizáljuk azt a kötődést, amit tényleg az államalapító Szent Királyunk hagyott ránk, és ezáltal utat mutatunk a felnövekvő generációnak, mert hát kortárs művészetről beszélünk. A tárlat május 2-ig várja az érdeklődőket a Csók István képtárban, utána pedig országjáró körútra indul. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!